Amikor a Paksi Atomerőmű kommunikációs vezetője, igazgatója itt járt nálunk tavasszal, akkor szavát vettem, mert hogy szóba került érintőlegesen a biztonság kérdése, hogy egyszer elmehetek és megnézhetem saját szememmel, hogy valóban minden biztonságos. Ez azóta megtörtént. Én nagyon köszönöm ezt a látogatási lehetőséget. Ott bent azért elég nagy volt a hangzavar, úgyhogy nem igazán tudtunk beszélgetni, kommunikálni, ezért hívtunk most vissza, és üdvözlünk itt a stúdióban. Meg úgy ott én csak kint lehettem, mert nem engedtek meg csak Zoltánt, meg az operatőrt. Hát ezzel kezdődik, hogy azért oda belépni, az egy nagyon komoly procedúra volt. Igen, ahhoz, hogy valakit beengedjünk oda, miután ez egy olyan potenciálisan sugárveszélyes környezet, és megfelelő előírások betartása mellett lehet oda bevenni, de hát téged érdemesnek tartottunk arra, hogy... Hogy a védőruhában, és meg egyébként milyen biztonságtechnológiai eljárásoknak kellett magát alávetnie? Hát a befelé menet, tudjuk, hogy ki az, és nagyon figyelünk arra, hogy ne nyúljon olyan helyre, ahol esetleg probléma lehet. Utána pedig, amikor kijövünk, az nagyon szigorú, akkor 3 egyre szigorodó mértékű sugárkapon keresztül kell kijönni. Ha bármiféle szennyeződés van, akkor ezt mi ott tudjuk kezelni. Az, hogy Zoltán itt van velünk, ez azt jelenti, hogy nem történt semmilyen probléma. De lehetett volna egyébként, Antal, tehát ez a nagyfokú biztonság, ez azért kell, hogy betartsák, mert előfordulhat probléma? Nem, igazából problémának nem hívjuk, de az atomerőműben mindig a konzervatív megközelítés a fontos. Tehát mindaddig minden szennyezetnek tekintünk a primárkörbe, amíg be nem bizonyítottuk, hogy az nem szennyezet. Ez bármilyen anyagról, bármilyen emberről van szó. Ez a 3 lépcsőnek meg kell történni, mert hogyha véletlenül zsebre vágsz, tegyük fel egy sugárszennyezett kesztyűt, akkor ha te azzal kijössz, akkor az már potenciál sugárforrás a társadalomnak. És nekünk a legfontosabb dolgunk az, hogy megvédjük a külvilágot, megvédjük saját magunkat, és ebben ezek a szabályok segítenek. Ha helytálló a megfigyelésem, akkor gyakorlatilag rajtunk, embereken kívül, ugye egy operatőr kollégával mentünk be, kifelé onnan a primárkörből, primárkörnek azt nevezzük, ami már ott a reaktor körül van közvetlenül, onnan kifelé tulajdonképpen semmi nem jön az emberen kívül. Tehát úgy értem, hogy mint mondod, egy kesztyű, egy eszköz, egy cipő, onnan már soha nem kerülhet ki a szabad környezetbe, csak is elkülönítve ugye egy megfelelő kialakítású mindent tárolóba. Mindent megmérünk, és ha kiderül, hogy semmiféle sugárzási potenciál nincs, akkor ő kijöhet. A munkatársak kapnak erre egyfajta képzést, majd bemehetnek egyáltalán mondjuk a reaktorba? Hát magába a reaktor tartályba, ahol be lehetne menni, oda az megy be, akinek ott van dolga. De bárki, aki az atomerőműbe, akár egy diploma után, még ha szakirányú diplomája van, neki végig kell csinálni azokat a képzéseket, hogy az sugárvédelmi oktatáson keresztül menjen, levizsgázzon, és utána ezeket a vizsgákat évente, 2 évente meg kell ismételni. És nálunk általában ugye a biztonság az első, azok a kollégák, akiknek olyan szintű feladatuk van, ők nem csak belső vizsgákon, hanem hatóság előtti vizsgákon kell folyamatosan számot adni a tudásról, nem csak egyszer, mint mondjuk egy sofőrnek a autóvezetésnél, hanem 3-5 évente egy nagyon komplex vizsgát kell csinálni, mert nálunk a biztonság az első, bármi, amiről beszélünk, az a biztonság után következik. És merre jártak még akkor Zoltánnal? Hát a friss üzemanyagtároló az nagyon érdekes, ott 2 évre alapvetően, és most 3 évre elegendő üzemanyagot tudunk tárolni. Ezt mindig el szoktam mondani, nagyon érdekes, hogyha bármi forrong a világban, és esetleg megáll az élet, nem tud jönni gáz, vagy olaj, ne adja Isten, de mi akkor is most 3 évig a teljes magyar lakosságot, közüzemeket, kórházakat, iskolákat el tudunk látni villamos energiával. És amellett, hogy az atomenergia tényleg a legolcsóbb, nem bocsát ki széndioxidot, környezetbarát, azt gondolom, hogy az egyik legnagyobb előnye az, hogy a leállásbiztonságban akármi történik, ilyen stabilan tudunk villamos energiát biztosítani a közösségnek. És akkor mennyire könnyű ott vajon munkatársként létezni, lenni, vagy éppen, hogy mennyire könnyű munkatársakat találni? Hát viszonylag kisváros vagyunk, és emiatt ez nem annyira egyszerű, viszont annak, aki hasznos tagja akar lenni a társadalomnak, és azért ennek az és alfa generációnak, akinek már a globális felmelegedés azért igencsak rugdalja az ajtót. Most már nálunk is itt van, tehát most nekünk is ezt tudom, hogy kell vennünk. Tehát tényleg komolyan veszünk. Igen, hát igen. A fiataloknak ez egy nagyon radikális változás az életében, tehát aki valóban akar érte tenni, szereti egy kicsit a bütykölést,
meg egy jó csapatnak akar a tagja lenni, annak mindenképpen egy olyan kihívás lehet, és egy olyan életút, ami hosszú távon biztosított megélhetést, mert villamosenergiára szükség lesz. Paksi atomerőmű most előlátható 2057-ig dolgozik, és a Paks 2 az meg nagyjából az évszázad végéig. Tehát aki erre a pályára áll, annak biztos lesz munkája. Ez egy jó végszó, kérem. Köszönjük, hogy jöttél, és köszönöm még egyszer a meghívást. Köszönöm szépen.